Szverenko Adalbert, a nagyszülősi járási tanács vezető helyettese ma arról számolt be, hogy egy oktatási szolgáltató központot hoznak létre a nagyszülősi járásban. Elmondása szerint a járási képviselők azután döntöttek így, miután Kosteleba Veremcsuk Natália, a járási állami közigazgatási hivatal megbízott vezetője aláírt egy rendeletet, mely szerint megszüntetik a nagyszülősi járási közigazgatási hivatal oktatási, ifjúsági és sportosztályát. Szeptember 7-én a járás pedagógusai egy videó üzenetet tettek közzé, melyben Ukrajna elnökéhez fordultak. Szviscsó Gyuri, a nagyszülősi járási közigazgatási hivatal oktatási, ifjúsági és sportosztály vezetőjének nyilatkozata szerint a dolgozókat nem figyelmeztették a részleg felszámolásáról. Sem a járás pedagógusaival, sem az oktatási hivatal alkalmazottaival nem volt megállapodás arról, hogy az oktatási osztályt felszámolják. Az emberek fel vannak háborodva, mivel nem tudják, mire számíthatnak az elkövetkező napokban, és nem tudják, hol lesznek 2 hónap múlva. Klöfa Iván, az Oktatásügyi Szakszervezeti Járási Bizottság elnökének nyilatkozata szerint a részleg jogutódját, amely a gazdasági tevékenységgel, a beszerzéssel és a pedagógusok kifizetéseivel foglalkoznak, a megszüntetésről szóló rendeletben nem nevezték meg. Ezzel a rendelettel Ukrajna minimum 3 alapvető törvényét sértették meg. Az egyik az alkotmány, a másik az ukrán munkajogi törvénykönyv, a harmadik pedig Ukrajna szakszervezetekről szóló törvénye, azok jogai és tevékenységük garanciái. Ezekben egyértelműen le van fektetve, hogy felszámolás vagy átszervezés esetén konzultálni kell a szakszervezetekkel és az adott szervezet alkalmazottaival, amelyekben átszervezés vagy felszámolás zajlik. Ilyen konzultációk, illetve ilyen tárgyalások nem folytak. Szverenko Adalbert, a nagyszülősi járási tanács elnök helyettesének nyilatkozata szerint a járási tanács ülésén a képviselők úgy döntöttek, hogy létrehoznak egy oktatási szolgáltató központot. A központnak a járási tanács köztulajdonához tartozó oktatási intézményeket kell irányítania és finanszíroznia. A közigazgatási hivatal által küldött levélben értesültünk az oktatási osztály felszámolásáról, ami nagyon meglepett minket. Korábban szó volt arról, hogy átszervezésre kerül sor, de ez egy teljesen más átalakítás. Pont aznap tartottunk egy rendkívüli ülést. Mi, vagyis a járási tanács elnöksége az ülés előtt felajánlottuk ezt a lehetőséget. A járási tanács már vizsgálta az efféle hivatal tevékenységét. Az elnökség javaslatát az oktatási szolgáltató központ létrehozásáról az ülésen minden járási képviselő támogatta. Megpróbáltuk kideríteni, hogy mi okból került sor a felszámolásra, de Kosteleba Veremcsuk Natáliát, a járási állami közigazgatási hivatal megbízott vezetőjét nem találtuk a munkahelyén. A nagyszülősi állami közigazgatási hivatal címére egy információs kérelmet küldtünk, melyre a törvény szerint az igénylést követő 5 munkanapon belül választ kell, hogy kapjunk. Lukej Mária, Jehorov Olexi, hírek a közmédián.